Szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket! A mai vasárnapi evangéliumban a messiási hivatásról olvashatunk és hallunk. Tulajdonképpen arról, hogy az önként vállalt szenvedés, ez a messiási hivatás, Szent Márk evangéliuma van ma előírva a mai vasárnapra. Az evangélista tulajdonképpen tisztázni szeretné a tanítványainak a hitét. Szeretne meggyőződni róla, hogy mégis hol állnak a hitben. Ő önmagát az evangéliumban emberfiának nevezi, és ebben tulajdonképpen benne van a Dániel könyvéből az az utalás, hogy ő a messiás, ő a megváltó. Kíváncsi volt, hogy mit mondanak az emberek őróla, mit terjesztenek őróla, hogy kicsoda. És ahogy többször elmondják Jézusnak, hogy egyesek tartják őt prófétának, vagy valamelyik prófétának, akkor valahol tisztázódott Jézusnak a prófétai szerepe. De az evangélisták, az apostolok, ők közelebb állnak Jézushoz, és jobban is ismerik Jézust, mint a távoli tanítványok. Meggyőződésüket nem más, mint Péter fogalmazza meg, és azt mondja Péter Jézusnak, hogy te vagy a messiás. Jézus azonban, hogy tudja, hogy a messiási szó az a számukra magyarázatra szorul, mert egészen más az elképzelése az akkori zsidó embernek a messiásról. Ezért nyíltan beszél a szenvedéséről, és nyíltan beszél a haláláról, természetesen a feltámadásáról is. Az ő követése nem más, mint az élet problémáinak megoldását hozza az az életvitel, amelyet Jézus mutat be, és amellyel tulajdonképpen a keresztény ember élhet. Tudnunk kell, hogy Jézus a messiás, tudnunk kell, hogy ő önként vállalta a szenvedést, hogy megváltsa a világot.